Februártól a Hungaszt cégcsoport által ellátott intézményekben a dolgozói étkezés árát bruttó 450 forintról 500 forintra módosította. Ez a szekszárdi intézményeket és azok munkavállalóit is érinti. Szekszárd Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem támogatta az emelést. Most a pénzügyi bizottság is napirendjére tűzte a javaslatot. Valójában ez nem egy akkora összeg, 500 forintot kifizetni egy ebédért, ha valaki elmegy egy étterembe egy menüt enni, nagyon ritkán kapja meg 500 forintot, szerintem nem is kapja meg, egy 1000 forint környékén van egy menü a városban, én úgy tudom. Úgyhogy ezt is tárgyalásra javasolt a közgyűlésnek, közgyűlés döntse el. A bizottság több intézmény támogatási kérelmét is tárgyalta az ülésen. A szekszárdi közművelődési szolgáltató Nonprofit Kft. Tavaly 249 millió forintot kért az önkormányzattól a feladatai ellátásához, a városi rendezvények lebonyolításához. Idén pedig 261 millió forintot igényelne ugyanerre a célra. Ám a pénzügyi bizottság elé tárt anyagból nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan mire kéri ezt az összeget. Ezért a bizottság tárgyalásra javasolta a közgyűlésnek. Ahogy a szekszárdi sportközpont támogatási kérelméről sem tudott döntést hozni a bizottság. Az adatokból annyi látszik, hogy tavaly 154 millió forint volt az önkormányzati hozzájárulás összege, ami idén 262 millió forintra nőne. Ott se tudtuk eldönteni, hogy ez a növekedett támogatási igény valóban mire elég és mire alapozott. A város pénzügyi bizottsága továbbá elfogadta a Garai Élménypince üzemeltetésének költségeiről szóló beszámolóját. Ez alapján az Élménypince tavaly 11 millió forint veszteséget termelt. Ladányi Roland, az Élménypincét üzemeltető Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Ügyvezető igazgató helyettese a bizottsági ülésen azt mondta, évi 40-50 millió forint bevételt tudtak eddig elérni, amit szerinte nem tudnak tovább növelni, a kiadásaik viszont folyamatosan emelkedtek, ezért termelődött a veszteség. Szekszárd közgyűlése tavaly decemberben döntött arról, hogy az Élménypincét bérbe kívánja adni egy önkormányzati cégnek. Az ügyvezető igazgató helyettes azt mondta, ezzel a lépéssel csökkenthetővé válna az Élménypince vesztesége.